az előző feladatok alapján nagyon egyszerűen meg fog tudni adni ennek a görbének, tehát hogy ez az egyenlet, amit definál az a sikma görbe, az A1-1 pontba húzott érintő egyenesének az egyenletét. Mi lesz alapvetően nehéz az, hogy a puskán azt találjuk meg, hogy az érintő egyenesnek az egyenlete az ebben az alakban van megadva, és ugye igazából ez zavaró lehet, ugye, hogy itt is Y betűvel van, ez szerepel itt ez a dolog, úgyhogy nézzük már meg, hogy mit is kell mi helyett írni. Hát először is ugye az adott pontban, tehát akkor ugye ez itt az X koordináta az első, de ebben a pontban kell, ugye ez a ponthoz húzott érintő egyenes egyenlet, tehát ez az XX0 helyére kerül. Ez pedig a második koordináta az Y, ami természetesen ugye nem más, mint a Y0 lesz egyenlő, tehát itt tulajdonképpen Y0 az nem más, mint az Y függvénynek az X0 helyen fölvett értékével. És akkor ugye tehát a függvényünk most nem F-en, Y-nal van jelölve, tehát akkor ez itt az Y0, akkor itt ez az F vesző az X0 helyen, természetesen ez nem lesz más, mint hogy a derivált függvényünk, ez is a függvényünk az X0 helyen, az Y vesző az X0 helyen, jó, és akkor ez már nincsen probléma, jó, tehát tulajdonképpen ez az egyik nehézsége a feladatnak, hogyha a képletet akarom alkalmazni, akkor ugye mi helyére mit is kell írnom, ezek után a megoldás az persze nem lesz olyan problémás. Biztonság kedvéért azért ellenőrizzük meg, hogy ez a pont ténylegesen rajta van-e ugye ezen a görbén, tehát írjuk már be ugye az Y helyére a mínusz egyet, akkor itt azt fogom kapni, hogy mínusz egy a nézetet, tehát ez kettő, X az egy, ide mínusz háromszor X, Y, de Y az mínusz, tehát akkor plusz három. A jobb oldalon is van két X, az kettő, meg négy, itt van hat, itt is van hat, igen, tehát jó, ez a pont rajta van, csak a biztonság kedvéért. És akkor az érintő egyenes egyenletekkel, hát akkor ugye szükségünk van az Y vesszőre X0 pontban, hát ezt gyakoroltuk az előző feladatokban, hogy egy ilyen implicit kifejezésből megadni nem feltétlen az Y vesszőt, hanem a dy per dx-nek a, ugye az értékét az adott helyen. Tehát mit is csinálunk? Ugye vesszük mindkét oldalnak az X szerinti deriváltját, csak röviden, hogy ezt a jelölést használom, nem a dy per dx-eset. És akkor nézzük két y négyzetnek, hogy y az függvénye az x-nek, tehát akkor ez kétszer y négyzetnek az két y, azaz 4y-szor y vesző, meg két x mínusz, na itt szorzat függvénye, vigyázzunk, tehát akkor ez lesz 3x-nek 1, meg ugye hát akkor tehát mínusz 3 miatt mínusz 3xy vesző. És itt ezt az adat kettőt kapunk, és hogy a negyedik feladat B részében sem oldottuk meg y vesszőre, ide visszahelyettesítjük, ugye, tehát hogy az 1 mínusz 1 pontok, az most pont, csak a koordináták, tehát akkor itt azt az x betű és az y helyére ezt, hogy ezt beírva azt kapom, hogy y az mínusz 1, tehát akkor ez itt mínusz 4y vesző, x az 1, meg 2, mínusz mínusz az plusz, ez itt az 1, akkor mínusz 3y vesző egyenlő 2-vel, tehát mínusz 7y vesző egyenlő, jól láthatóan mínusz 3-mal, tehát y vesző egyenlő 3 heteddel. Ugye ez itt az y vesző az x0 helyen, jó? Tehát, hát ami persze az egy helyen. És ugye itt ez is itt ez, ugye az y az egy helyen. Tehát az x0 helyet kell benni. Tehát akkor ezek alapján az egyenes. Kérem feltétlenül, mert most nem ugye ebből az y-t fejeztük ki, hanem az érintő egyenesnek az egyenletét, az lesz, tehát akkor ide kell, hogy fx0, az yx0, az itt van, ja, az, ugye ez itt a mínusz 1,
Plusz kell ugye az Y-nak a derivátja az adott helyen, az egyben, ugye 3 heted, szorozva x minusz x nullal, ugye ez az x nulla az egyen. Jó. Tehát alapvetően ugye ez a deriválás is könnyű, alapvetően ez a képlet sem problémás, csak ugye vigyázni kell itt, hogy hogyan is rakjuk össze, mi mivel is lesz egyenlő. Nem csak ennyire kell figyelni.